A Szent István Egyetem mezőgazdasági és környezettudományi karán 2005 óta folyik állattenyésztő BSC képzés. A lineáris képzés keretén belül ennek folytatása egy magasabb szinten az állattenyésztő mesterképzés. A képzés keretében 4 fél éven keresztül 120 kredit összegyűjtésére van mód. A tantárgyak felépítése, struktúrája és ismeretanyaga szervesen kapcsolódik a BSC-ben tanított és oktatott szakmai tantárgyakhoz. Így természetesen egy magasabb szinten újra előjön, mint tantárgy az állatgenetika, az állatélettan vagy termeléséélettan, a takarmányozás újabb kérdései. Új tantárgyként kerül elő a képzésben az állattenyésztési biometria, adatbázis kezelés, és nagyon fontos szerepet szánunk az ismeretátadás kapcsán a biokémia és az élelmiszerkémia tantár ismeretanyagának. Ez a törzsanyag. Ezen kívül már a szakmai törzsanyag, ezek az alapozó tantárgyak. A szakmai törzsanyag pedig állatfajonként taglalja a gazdasági haszonállatok összes körét. Tehát a kérődző gazdasági haszonállatfajokat, a nem kérődző gazdasági haszonállatfajokat, a hallgazálkodás alapkérdéseit is tárgyaljuk. Az összes tantárgy esetében az volt a rendező elv a tantárgyak tartalmának kialakításánál, hogy egy rövid áttekintés ismétlés után az egyes tantárgyaknál a tenyésztés szervezés és a tenyészérték becslés van a képzés középpontjában, hazai és nemzetközi kitekintéssel. Miért? Azért, mert a képzésnek egyértelműen az a célja, hogy sokkal megalapozottabb elméleti tudásra tegyen szert a diák. Miért? Hogy esetlegesen a Szent István Egyetemen működő állattenyésztési tudományi doktori iskolában majd folytatása a tanulmányait. Tehát a doktori iskolába való bekerülés lehetőségét kell megalapozni, vagy lehet megalapozni a mesterképzés kapcsán. Na most annak érdekében, hogy a napi állattenyésztés gyakorlathoz is jobban igazodjunk, 3 speciális ismeretkört kívánunk felajánlani a diákjainknak, hát szabadon választható blokként mondhatnánk ezt. Az egyik a kérődző gazdasági haszonállatok tenyésztése és termékelőállítása. Ne felejtsük, az állattenyésztőt az érdekli, hogy olyan terméket termeljen és állatcsinálja, amiből meg tud élni, mert el tudja adni. A második az egy halgazdaság, akvakultúra témaköre, ami felfutó ágazatként Magyarországon is a jövőben, közeljövőben is szóba jöhet, és perspektívikus ágazatként tarthatjuk számon. És az állattenyésztés tágértelmezésében természetesen, főleg városi környezetben beletartozik a társ és hobbi állatoknak a tartása, és ez az a harmadik blokk, amit opcióként föl tudunk kínálni a diákjainknak. Tehát gyakorlatilag így látható, hogy a Gödöllőn az állattenyésztő mérnök képzés az állattenyésztés széles vertikumát magába öleli, és tehát van választási lehetőség, és az egész képzésben a állat jólétet, az állat komfortérzetét biztosító technológiák, takarmányzási, tartástechnológiák, szaporodásbeli gondozás szövi át az egyes disziplinákat. Úgy gondolom, hogy ilyen irányú, széleskörű képzést és bizonyos fokú választási szabadságát a diákságnak, hát a mi szakunkon találhatja meg a potenciális diákunk.